Egyhangúlag Tóbiás József pártelnököt választotta meg frakcióvezetőnek kétnapos évadnyitó ülésén a szocialisták parlamenti frakciója. Az MSZP elnök frakcióvezetője sajtótájékoztatóján a devizahitelek forintosítását sürgette. Szerinte már ősszel el kell kezdeni ennek a törvényi előkészítését. Kétnapos mátraházi frakcióülés után érkezett Gyöngyösre az MSZP vezetése. Itt jelentették be, hogy a párt elnöke Tóbiás József mostantól a frakcióvezetői feladatokat is ellátja. Négy helyettes segíti majd a munkáját: Harangozó Tamás, Tóth Bertalan, Tóth Csaba és Lukács Zoltán. Az ülésen egyébként a devizahitelesek ügyével kapcsolatban döntést is hoztak a szocialisták. Szerintük egyértelmű, hogy a devizahitelesek problémáját az Orbán-Matolcsi páros okozta. Tóbiás József kijelentette, a kormánynak végre abba kell hagynia az aktatologatást, és minél előbb cselekednie kell. Az a elképzelés, hogy forintosítani lehessen a devizahiteleket, az égetően fontos, nem várhat vele a kormány a következő fél évben. Meg kell kezdenie már most ősszel ennek a törvényi előkészítését, de felszólítjuk a kormányt, hogy fizesse vissza ezen keresztül mindazt a devizahiteleseknek, amit az elmúlt 5 év hibás gazdaságpolitikájaként előállított, nevezetesen a 2010-es árfolyamon számolja át a devizahiteleket. Az MSZP elnök frakció vezetője szerint ma Magyarországon 4,7 millió ember él a létminimum alatt. Éppen ezért a társadalmi felzárkóztatás az egyik legfontosabb eleme az önkormányzati választásoknak. Tóbiás József azt mondta, az önkormányzatok képesek orvosolni a kormány által okozott társadalmi és gazdasági kríziseket. Minden egyes képviselő jelöltje, minden egyes polgármester jelöltje a Magyar Szocialista Pártnak azzal a vállalással indul el a 2014. október 12-i választásokon, hogy a kormány által okozott társadalmi feszültségeknek enyhítője, orvoslója és védelmezője legyen. Tóbiás József híradón kérdésére elmondta, minden vitás kérdést rendeztek az Együtt PM-mel és a DK-val, így már csak a kampányra koncentrálnak. Minden önkormányzatra a helyi közösségek védelmezőjeként tekintenek, és azt akarják bebizonyítani, hogy ellenzékben is lehet mást, máshogyan tenni Magyarországért, mint ahogy a Fidesz teszi.